A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megismertetjük Önöket egy új fehérvári randi programmal, valamint beszélgetünk különféle függőségekről is. Tartsanak velünk! Új társkeresési program indul Székesfehérváron. Az Andi Randiról kolléganőm Novák Rita beszélgetett a megálmodókkal. Rapid randi indul Székesfehérváron, erről fogunk beszélgetni a mai Együtt magazinban. Köszöntöm Önöket, olyan vendégeket hívtunk a stúdióba, akik újrakezdők, és hát nyilván az ötlet megálmodói, az első program egyébként január 27-én pénteken lesz. Köszöntöm a stúdióban Csiki Annát, párkapcsolati kócs, kineziológust és családállítót, valamint az Alba Triatlon Sportegyesület vezetőjét, aki nem ebben a minőségben ül most itt köztünk. Először az ötletről érdeklődnék. Andi, honnan jött az ötlet? Hát mivel mindketten elváltunk, és egymással is sokat beszélgettünk erről, hogy mennyire nehéz az ismerkedés, hogy hiába vagyunk rá nyitottak, valahogy a pasik egy kicsit háttérbe állnak, és igen szívesebben csak az online térben nézegetik a hölgyeket, és nem teszik meg az első lépést. Ezért úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan kis esemény, egy olyan kis helyszín, ahol párkeresők vannak, és bátran oda lehet lépni a hölgyekhez, és lehet ismerkedni velük, mert ők tényleg azért vannak ott, hogy nyitottan állnak a férfiúi kérdések elé, és az ismerkedés elé. Mennyire kulcs szó a nyitottság ebben a témakörben? Szerintem alapvető ez a nyitottság. Az online térben való ismerkedésből lepotyogó sérültek nagyon sokszor megjelennek nálam kliensként. Nem akarok erről se jót, se rosszat mondani, saját tapasztalatom nincs, de nagyon sok olyan ismerősöm, kliensem van, aki mondjuk itt találta meg a párját. De nagyon sokan sérülnek ebben, mert az online térben el lehet tűnni, lehet olyanokat mondani, ami mondjuk nem igaz, és aki mondjuk komolyan gondolja ezt a párkeresést, és csak erre hagyatkozik, akkor nagyon sok sérülést okoz. Mindamellett, hogy vannak sikerélmények, randik, ugyanúgy sérülések és szomorkodások is, és ezért is találtam jó ötletnek, amit Andi mond, hogy ezeket az első köröket fussuk már meg ilyen szempontból, hogy ez a keresgélés, ez a bizonytalanság, ez mondjuk ilyen programok alkalmával egy picikét letisztul, és hogyha kellőképpen nyitottak a résztvevők, vagy azok, akik a társukat keresik, és nyitottak mondjuk egy ilyen típusú programra is, akkor mi ebben tudunk segíteni. Na Andi, hogyan segítetek, hogy kell elképzelni az első ilyen találkozót, hogy fog kinézni, lehet-e még rájelentkezni? Hát először is én azt is fontosnak találom, hogy nagyon kevés az olyan lehetőség, ahova egyedül állóként el lehet menni. Tehát az idősebb korosztálynak már se szórakozóhelyek, se úgynevezett koktélbárok jelenleg nincsenek, én úgy gondolom. Úgyhogy ez is egy ilyen hiánypótlás lenne, hogy itt lehet inni egy koktélt, lehet csak beszélgetni, próbálunk majd mindig valami kis érdekes témával készülni, távolabbi tervünk, hogy koncerteket is mögé tegyünk, zenés rendezvényeket. Tehát itt egy finom ital mellett beszélgetnek a jelentkezők. Kettő korosztály van, 35-től 45 évig, és 45-től 50 fölöttiek is jöhetnek, de természetesen a korosztályok átjárhatóak, van, aki fiatalabbakkal szeretne ismerkedni, van, aki idősebbekkel, jelentkezni természetesen lehet még, és jövő hét pénteken este kezdünk, úgyhogy ez egy ilyen péntek esti laza kikapcsolódás is lehet minden elkötelezettség nélkül már így elsőre. Eljön, iszik egy koktélt, körülnéz, és meglátja, hogy mit tud ezzel az eseménnyel kezdeni.
Ott lesznek tehát a párkereső férfiak és nők, hogy kell elképzelni ezeket az alkalmakat, illetve a párosítás hogyan fog megtörténni, Anna? Ugye ennek ez úgy fog lezajlani, hogy ott lesznek megfelelő számú férfiak és nők, és mindenki beszélget 10 percet a másikkal. Lehet, hogy még ilyen régebbi amerikai filmekben láttunk erre talán példát, hogy két ember beszélget, 10 perc lejár, akkor megy a következőhöz, és ott is megtörténik ugyanez a beszélgetés. Az, hogy ki szimpatikus kinek, az nem ott fog eldőlni, vagy nem ott fog nyitottá válni, hanem egy kis jegyzett lapon jegyzetelhetnek a résztvevők, és azt, hogy ki miért volt szimpatikus, vagy szimpatikus volt-e, és hogyha a végén vannak találkozások, akkor majd mi fogjuk ezeket az elérhetőségeket megadni a másiknak. Kicsit ilyen zárt is lesz, tehát nem kell teljesen feltárni magát mondjuk teljes névvel, egy névvel ott jelentkezik, és a teljes elérhetőségét és minden olyan információt meg fog kapni, ha van egyezőség a másikról. Tehát itt mindenkinek lesz lehetősége körülbelül 10 emberrel találkozni, 10 percet beszélgetni. Hogyan tudod hasznosítani a hivatásodat ebben a programban, a mindennapok során kineziológusként, párkapcsolati kócsként és családállítóként is dolgozol? Gyakran találkozol párkapcsolati problémákkal, illetve párkeresési problémákkal. Ugye azért is jött az ötlet így Andival, hogy egy picit ilyen szakértőként, ha lehet így mondani, hogy vegyek ebben részt. Mindig megjelennek a párkapcsolati problémák a munkám során. Tehát szinte kivétel nélkül, vagy azért, mert keresi, vagy azért, mert benne van valamiben, és azzal van probléma. Tehát azt gondolom, hogy ebből párokkal is foglalkozom, egyéniben is foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, hogy abszolút ide passzolónak találtam, hogy a saját tapasztalataimat is bevigyem ebbe a programba. Andi, téged az Alba Triathlon Sport Egyesület elnökeként ismerünk itt Székesfehérváron. Hogyan csöppentél ebbe a párkeresési programba bele? Miért döntöttetek úgy Annával, hogy közös úton indultok el? Mindig jár a kis agyam valami újabb és újabb dolgon, és nyilván láttam ilyen ötletet, külföldön is, Magyarországon is, és úgy gondoltam, hogy ezt mi miért ne valósíthatnánk meg. Annát régóta ismerem, és úgy gondoltam, hogy mi ketten ebbe simán belevághatunk, és ezt meg tudjuk honosítani, akár nem csak Fehérváron, hanem országosan is. Nagyon különleges és egyedülálló ez a program, túl azon, hogy amerikai filmekben már láthattunk hasonló alapötletet. Igen, én is azt gondolom, és a továbbiakban is, amit mondott Andi, hogy nem ez az egy típusú program lesz, hanem ahogy engedi a jó idő, akkor szabadidős programok is lesznek. Tehát olyan sok tervünk van arra, hogy tényleg a szingliknek, az egyedülállóknak legyenek olyan lehetőségek, ahol tudnak találkozni. Nem mindig direkt módon, hanem egy picit lazább felületen is, és ha nem is történik meg a nagy találkozás, vagy az egymásra találás, de akkor is az egyedülállók nagyon nehezen indulnak el például egy programra, mert ugye egyedül nem. Vagy mindig a barátnővel, vagy mindig a barátokkal. Tehát itt egy olyan vegyes társaság lesz ezekben a további programokban, ahol picikét felszabadultabban, bátrabban tudnak jönni azok, akik nyitottak. Én egy kicsit a közösségépítést is látom ebben. Igen, igen, benne van az is, és hogy tényleg ne az legyen, hogy egyedül mindenki sopánkodjon, hogy olyan jó lenne ide menni, oda menni, hanem itt akkor hasonló társakkal, hasonló emberekkel, akkor adottak lesznek a lehetőségek, hogy el lehessen indulni. Anna, az első alkalomtól mit vársz? Mikor leszel elégedett? Én már most elégedett vagyok egyébként, hogy egyáltalán Andival ebbe belevágtunk, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk már most, hogy milyen jó ötlet, milyen jó, hogy ezzel valaki foglalkozik, hogy ezt így felkaroltuk, ezt a témát. Én már most elégedett vagyok ezzel. Igazából szerintem mi is izgulunk Andival, hiszen ez lesz az első megmérettetés, és Andi mondta a korosztályokat, hát kerestek meg bennünket még fiatalabbak is, hogy ők is nyitottak lennének arra, hogy egy ilyen fórumon találkozzanak, úgyhogy meglátjuk a későbbiekben, mi lesz. Én azt gondolom, hogy akkor lennénk mi elégedettek, hogyha azok, akik eljönnek, jól érzik magukat, az a kezdeti izgulás, ami ilyenkor van, az feloldódik, és lenne ennek egy jó hangulatú híre, vagy egy jó megtapasztalás, hogyha erről így beszélnének azok, akik részt vettek, de hát nyilván az a cél, hogy itt társakat találjanak a résztvevők, úgyhogy ha lenne egymás a találás, akkor azt gondolom, ha már csak egy is, mi annak nagyon örülnénk.
Lehet, hogy az előítéletes megállapítás, de szerintem a nők bátrabbak, és többen jelentkeznek, mint a férfiak. Ez valóban így van? Hát igen, így van. Több hölgy jelentkezik. A hölgyek szinte azonnal, rögtön, ahogy kitettük az eseményt, jelentkeztek. Több úrral beszéltem, meg több úr megkeresett, ugye külön úton is, hogy ő fél, meg hagyd nézze meg, hogy kik lesznek ott. Tehát úgy gondolom, hogy a pasikkal sokkal nehezebb, őket nehezebb erre rávenni, de hát reméljük, hogy azért lesznek bátrak is, akik elmernek jönni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk ide a stúdióba. Ennek a programnak az első állomása január 27-én lesz, de lesz még folytatása, úgyhogy pár keresésre fel. Sokan küzdenek különféle függőségekkel, sokszor úgy, hogy erről nem is tudnak. Hogy ez hogyan alakulhat ki, illetve mit tehetünk ez ellen, arról beszélgettem stúdiónkban Dorotovics Miléna pszichológussal. Ha függőségekről beszélünk, akkor sokaknak a cigaretta, illetve az alkohol jut eszébe, azonban nem csak ezek léteznek, és egyre többen vannak manapság, akik rabjai valamilyen rossz szokásnak. Mindezekről beszélgetünk Dorotovics Miléna pszichológussal, köszöntelek. Köszönöm. Kezdjük egy kicsit ott, hogy mikor is alakul ki a függőség, vagy hova vezethető ez vissza egyáltalán? Hát a függőséget az okozza, hogyha olyan dolgot csinálunk, ami jutalommal bír az agy számára. Ez lehet bármilyen hangulatmódosítószer, mint a cigaretta, alkohol, ahogy mondtad, vagy a kábítószer, de bármi olyan dolog, amit örömmel csinálunk, és az agy úgy értékeli, hogy ez jutalom, és ilyenkor kémiai folyamatok indulnak el az agyba, dopamin szabadul fel, és ez egy ilyen örömérzéssel jár. A számítógép függőséget, ahogy mondtad, szintén, vagy a média függőség, tehát a internetes eszközöknek a használatával sokszor jutalomhoz jutunk, hang, képingerekkel, vagy hogyha játszunk, és ott sikerélmény ér minket, akkor ez a dopamin, ez felszabadul az agyunkba. A függőség úgy alakul ki, hogy az agy ezt a sok dopamintnak a számát már nem tudja kezelni, és a dopamin receptorok csökkenését okozza, tehát egyre több jutalom kell ahhoz, hogy ezek a receptorok telítődjenek. És így alakul ki a sóvárgás, a függőség, hogy már nem elég egy játék, már még egy játék kell, még egy cigaretta, még egy alkohol. Hogy vehetjük egyébként magunkon észre, illetve a környezetünkben, hogyha valamilyen függőséggel küzd az illető? Hát jelei vannak ennek? Általában a függőség jeleit nem az egyén veszi észre magán, ő már valószínű, hogy később azonosul vele, hogy baj van, de a kis mikrokörnyezet, a család, a barátok, azok hamar szólnak, hogy elmúlnak azok a funkciói, amiben előtte részt vett, például kevesebbet jár el a barátokkal, kevesebbet alszik, kevesebbet eszik, akár a munkája se olyan a teljesítménye a munkahelyén, és beszűkül egy kicsit a világa, nem tudja úgy ellátni a feladatait, ahogy eddig. Esetemben egyébként én ismerek egy olyan személyt, aki már nem, tehát egy felnőtt férfiról beszélünk, és hónapok óta nem jött ki otthonról, és csak a számítógép világában él, és a szüleivel is agresszívvá vált, akkor valószínű ez esetben is beszélhetünk függőségről? Igen, ilyenkor már elég erőteljesen mondhatjuk, hogy ő már függője a számítógépnek, hisz már nem tud kilépni abból a világból, amit a számítógép és a játékok, illetve a videók, vagy amit éppen csinál rajta, az okoz neki, és már nem a való világban él, hanem egy ilyen kreált média világban. Mennyi idő kell ehhez egyébként? Tehát ez kiskortól kezdve, vagy mégis mennyi idő alatt válik valaki függővé? Ez nagyon függő, ez függ attól, hogy milyen más, tehát hogy a valós életben mennyire élünk úgymond kiegyensúlyozott életet. Hát kiskorban is már kialakulhat függőség, gyerekeknél is. Itt nyilván a szülőknek a szerepe nagyon fontos. Fontos, hogy amit nem a számítógéppel tölt időt, hogy ott mennyire érzi magát örömtelien, boldogan, ott kap-e az agy annyi jutalmat, hogy megérje neki lerakni a számítógépet. És egyébként mi az, amit tehet ilyenkor a környezet? Hát ez nagyon változó, ugye én gyerekpszichológus vagyok főként. Ha azt nézzük, hogy már nagyon nem tudunk el vonatkoztatni ettől az élettől, hogy az internetet használjuk, illetve a különböző elektronikus eszközöket. Én nem is vagyok a híve ennek, hogy ezt teljesen vonjuk ki, hisz ebben élünk, ez szükséges ahhoz, hogy tudjunk jól funkcionálni a mai világban. De nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek
Tehát azt kell tudni, hogy az ilyen számítógépes élmények, tehát ezek az audiovizuális hang és kép ingerek, amiket kapunk, ezek túlstimulálják az idegrendszert. Csecsemőkortól kezdve még a felnőtteket is. Na de amíg egy felnőttnek az idegrendszere jó esetben már megérett és kiépült, és könnyebben tudja ehhez alkalmazkodni, tehát nem fárad el annyira, addig egy óvodás, hogyha túl sokat nézi, hát annyira leterheli az idegrendszerét, hogy utána képtelen lesz akár a viselkedés szabályozása, akár az érzelmeinek, tehát elfárad úgymond a kis idegrendszere, és nem tud úgy funkcionálni, ahogy neki kellene. Úgyhogy ez már akár kiskorba, meg kamaszkorba is gondot okozhat. És mikor, milyen esetben ajánlott orvoshoz fordulni? Vagy ajánlott ezzel egyáltalán, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy elsősorban pszichiáter, pszichológus, tehát a lélek szintjén kell megfogni, illetve a gyerekről van szó, akkor nyilván gyereknevelés oldaláról kell megfogni ezt a témát, és hát nagyon fontos, hogy a gyermekek ebbe a digitális világba elsősorban, meg minden tanulási folyamatban az utánzás és a mintakövetés után tanulnak, és ez lehet ugye kortárs, de hát első számban ugye a szülő. Tehát a szülőnek a tudatos hozzáállása ehhez, hogy hogy kell internetet használni, ez folyamatosan figyelnie kell a gyereket, és hát a saját minta, hogy ő mennyit nyomkod telefont, ő mennyit nézi a tévét, az is nagyon fontos. Az is fontos, hogy azt kell tudni erről a túlzott internet használatról, hogy ez egy, ha túlzott, hát most a kutatás szerint átlagban a mai gyerekek 6-8 órát töltenek a képernyő előtt, ebbe benne van minden, ez túl sok, én úgy gondolom. Itt a szülőnek az a felelőssége, hogy ne egy unaloműző, ne egy stresszlevezető dolog legyen a számítógép, mert akkor a gyerkőcnek a szociális készségei, az érzelmi készségei nem fejlődnek úgy ki. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen babysitter, úgymond a internet. Lehet, tehát, hogy én is szülő vagyok, nekem is nyugodják otthon a gyermekeim ezeket a játékokat, lehet, de ne ez legyen a túlzás, tehát hogy ne menjen arra, hogy mindig ez a szabadidőnek az eltöltése. Fontos azt tudni, hogy ez a sok inger, ez leterheli az idegrendszert, és a figyelemzavaros gyerekeknek, akiknek a kicsit éretlenebb az idegrendszere, őket nagyon megterheli, és náluk nagyon fontos odafigyelni, hogy ez minél kevesebb legyen, illetve hogy mozogjanak a gyerekek, mert minden bejövő információt, ingerfeldolgozást mozgással tudnak levezetni. Tehát, hogy legyen hagyományos családi összejövetelek, legyenek programok, tehát a szülő felelőssége az, hogy a szabad időt az hogy tölti ki a gyerek. És ugye mondtam a beszélgetés elején, hogy más függőségek is vannak, hogy ugyanez lehet esetleg a teendő? Tehát beszélek, gondolok itt arra, hogy van egy alkoholista, vagy illegális szereket használó személy, hogy annál is a mozgás segíthet, vagy hát elsősorban milyen gyógyulás útja? Illetve nagyon, tehát hogy komoly függőségnél diagnózis szükséges, tehát ezt pszichiáter, szakember, felnőtt vagy gyermek, attól függ, milyen életkorra vonatkoztatjuk, tudja megállapítani, ezt különböző addiktológia központokba, osztályokon tudják véghez vinni. Itt nagyon fontos, hogy orvos lássa az illetőt, mert olyan kémiai folyamatok zajlanak az agyban, amire mindenféleképpen első körben valószínűsítető gyógyszer kell, hogy olyan szintre hozza az egyént, hogy utána ezzel ő lelkileg is meg tudjon birkózni. És ezek a kezelések egyébként tartósak lehetnek, mert ugye látja az orvos az illetőt, és akkor ő kilép a való életbe, hogy mik a tapasztalatok, hogy mennyire sikeres egy ilyen gyógyulás? Igen, sikeres, hogyha végig csinálunk terápiát, és motiváltak vagyunk, és a mikrokörnyezetünk, családunk, barátaink ebben támogatnak. De nagyon nehéz az egyénnek egyedül ezt végigvinni. Tehát ehhez kell egy társas támogató közeg, hogy sikerüljön neki, illetve szakmai orvosi közeg. Illetve említettem ugye ezt a személyes tapasztalatot, hogy nagyon elutasító az illető a szüleivel szemben, hogy ugye egy felnőtt emberről beszélünk. Mit lehet ilyenkor tenni? Tehát ugye az illető nem hajlandó beismerni a betegségét, és agresszívvá válik. Uh-huh. Hogy ez esetben ilyenkor orvos kell hívni, vagy mi a szakszerű eljárás? Ez minden, akár organikus betegség, tehát testi betegség, akár lelki betegség, nagyon nehéz beláttatni sokszor a családnak a beteg, vagy beteggyanús családtaggal, hogy segítségre van szüksége, és hogy el kell menni szakszerű segítséget kérni. Ez sokszor évekig tartó hosszú folyamat. Nem szabad feladni a családnak és a barátoknak, és segíteni kell benne az egyént, hogy
meglépi azt az első lépést, és hát nyilván szeretettel, nyilván nem konfliktusokkal megpróbálni úgy közeledni hozzá, hogy ez nem az ő hibája, hanem ez most ez van, ezen segíteni kell, és hogy sokkal jobb és harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb életet tudjon élni. Hova fajulhat egy ilyen dolog egyébként? Tehát, hogy ilyen esetben rendőr, vagy orvos, vagy kit kellene hívni esetleg? Hát most én lelkileg mondom, hogy hova fajulhat, uh-huh. mert a rendőr témát azt annyira... Igen, ez elég drasztikus. Azt nem tudom, igen, de hát hogyha nagyon elrugaszkodunk a valóságtól, és ez bármelyik szerre igaz, akkor ott attól függően, hogy az egyének milyen az alapvető lelki hajlama, akár pszichózis is, és komolyabb személyiségtorzulások is alakulhatnak ki, ami annyira elrugaszkodik ő a valóságtól, hogy már nem úgy észleli, és nem úgy tud reagálni ezekre a dolgokra, ott már azért komolyabb erőfeszítés kell a családtól, hogy hát ha nem is erőszakosan, de azért határozott fellépéssel segítsék őt abban, hogy meg kell tenni az első lépést. És ilyen esetben esetleg lehet megoldás az, hogy keresjük a társaságát, elviszük közös programokra akár például? Persze, természetesen, tehát segíteni kell őt abban, hogy vissza tudjon csöppenni a valós világba, és hát lehet, hogy fokozatosan, lehet, hogy tehát, hogy kevéssé ellenállóan és kevéssé konfliktusosan, hogy hagyd abba, ne csináld, mert ezek nem használnak, hanem inkább megtalálni azokat a apró kis lehetőségeket, amivel őt egy kicsit ki lehet zökkenteni ebből, ha sikerül. Tehát akkor nagyon fontos, hogy minden esetben a függő személy mellett legyünk. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.